És itt is lennénk egy újabb videóban, amiben bizony ki fogjuk próbálni az előző videóban említett offline Brawl Stars-t. Használd te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot, yay! Igen, már elérhető iOS-re is a Brawl Dash játék, úgyhogy indítsuk is el, nézzük meg milyen! Bizony Unity-ben készült a játék, és ez még az első betöltő képernyő volt az eredeti Brawl Stars-ban. Mi a fene? Van ugyanúgy egy tutoriál? Induljon is a gép, micsoda soundtrack van, let's do this! Okay, doboz, gyerünk erre és ugorjunk rá! Tök jó ez a tutoriál! Teljesen megmutatja, hogy hogyan kell nyomni a gamer, miközben nagyon jó zene szól! Oh yeah! Micsoda? Mehet a harc! Bam! Ketrek Nubito! Easy, another one! Fantasztikó! Új, nagy robot van itt! Fel kell robbantani a bombákat! Gyerünk! Bam! Egyez itt a Carrier Csöpes! Egyszerű játék! Oh my god! Egy igazi tehetség vagyok, gyerekik! Na vajon mi lesz a nevem? Csak is egy valami lehet! Micsoda zene van itt amúgy? Ez véletlenül nem lesz copyrightos? Milyen király jól néz már ki ez a lobby? Haló, haló! Minden itt valaminek kell lennie! Shop egyszer! Profil! Trophy road! Boxok is, amiket majd lehet nyomatni! A brawlerek direkt van elírva! 16 darab van, hát még sincsen 1000 darab, mint a videóban sajnos! Leaderboard az még csak ezután fog jönni, egyszer a hírek! És itt vannak a játékmódok! T-Buzz, Game Grab! Mennyi játékmód! És hát csak se Harryvel tudunk jönni, de várjatok, van egy free. Azt a Brawl Boxot azért csak behúzzuk, ami ingyen van. Jó, 32 és egy startok kell is. Ez a beszéd már lehet is akkor fejleszteni. Amúgy nagyon menő néz ki a game. Hát akkor indítsuk is az első gémünket. Nézzük meg a T-Buzzt először, loading. A rakéták felrobbannak. Nagyon szépen köszönjük ezt az információt. És tényleg full olyan, mint az a Google Chrome-os dínos játék. Nincsen éppen internet kapcsolatod. Jó, hát ez eddig annyira nem tűnik nehéznek. Lehet, hogy az első mérkőzése már olyan lesz, hogy hatalmas rekordot fog dönteni. Lehet, hogy erre be lehet-e programozni egy botot is, mert ugyanazok a dolgok jönnek. Nem mondjuk, ez már máshogy néz ki. Lehet, hogy váltó... Mi epic már? Hagyjad éjszaka lett, és a zenére váltottam úgy. Szétadom ezeket a mixeket. Kiviszem az egész gémet. Egy az egyben, bam. Engem nem állíthat meg senki sem. Pár ezer felett vagyok. Meddig lehet ezt olyan elvinni? Ezek lennék a Power Cube-ok? Oké, vannak verebek. Igazi verebek. Még több Power Cube, yes. Ó, jó. Hagyjad már 2000-nél járunk. Ezt hogy fogom megdönteni az ilyen rekordomat? Oké, kaptam egy kis damage-et. Arunká, let's go! Nem állíthat meg senki sem. És megint. Új. Még a 4K-t mondjuk. Káma, nagyon gyors, most már alig látok valamit. És a 4K is megvan. Jó! Nézzük, mit kaptunk. 41 kupa, egyetlen egy mérkőzésre. Hát ez király lenne, ha a valódi játékban is ilyen lenne. Brawl Box egyszer. Tök király. 9 Power Points gimme, és 3 Star Token Cold. Gyerek volt! Fagyos tekintetű, meg is vagy Brown and Beauty. És még egy Brawl Boxot tudunk nyitni. Haló, túl sok trófeát szereztem, úgy néz ki. Még egy Star Token. És a Shadow játékmód is most már elérhető. Még a Game Grab-et sem néztük meg, haver. És még van még egy box. Na jó, még egy Brawl Box. Come on, give me that. Jó, 33 Power Points. És token duplázó is. Csekkoljuk, mit tud Game Grab-be. Volt az elég jó azért Game Grab-be. Sometimes you need to jump. Köszönöm szépen. Néha kell ugrani. Hát ezt nem gondoltam volna. Mondjuk kár, hogy még csak most adta ezt a tippet le. Szerencsére eszembe volt ugrani az előző mappon, mert ha a tippet mondjuk nem látta volna valaki, és nem tudja, hogy kell ugrani a gameben, akkor nem is sikerült volna neki egy cseppet se haladni. Meg kellett ugrani. What? Mi van? Lehet repülni? Let's go! Vajá, most már nem engedi. Jó, hogy az valami szuper cucc. Oh my god! Jó, eddig amúgy nincsen sok különbség, csak teljesen más akadályok vannak a gameben. Jó, mi a helyzet? Hát kiviszem ezt is. Come on, van értelme amúgy most lőni valamit? Eddig még itt nem nagyon jött mob, meg semmi. Hát ez nem annyira nagy extra. Ha valaki játszott már azzal a deselős valamilyen játékkal, az egy kicsit azért nehezebb volt. Az képes még az most rendesen egyszerű is. Nagyobb jumpot adott. Most nem adott viszont ilyen szuper. Mi a fene? 70%-ig elvittük. 36-ot szereztem a kolttal, mi a helyzet, hapsikáim. És a Brawl Ball játékodat is megszereztük. De még ki sem próbáltam a következőt. Mi a fene? Jó egy Brawl Box, 69 coin. Még jó, hogy a szerencsés számot. És fejleszthetjük Sherryt. Na jó, megyet fejlesztjük mindenféleképpen. És tudunk nyitni egy Big Boxot. 103 coin, 18 power points Sherryre.
és 25 koldra. És egyetlen egy gemünk van eddig, hát az nem túl jó. Oké, és hát nézzük a showdown. Itt legalább nincsenek tímerek. Csak néha randomok érted elrontják a gémeket, a gamegrabben azért nem sikerült. Azért nem sikerült elsőre kivinni az egészet, sajnos a randomok miatt. Itt is vannak ilyen extra dolgok. Ja, hogy arra double jumpolni lehet arra cuccra. Kíváncsi vagyok az összes játékmódra, hogy milyenek itt a muzsikák. Jó a jump? Azt tudom, mi történik, nem látok semmit szinte. Ott volt egy gemecske. Mi? Belasult. Micsoda modifierök vannak, és még egy gem. Jó. Az nem kéne, az nem kéne. Ott a smoke. Hú. Mi van, 41%? Poisonous köd van itt ugyanúgy, mint ugye a Shadow-on, és akkor jönnek befele azok. Jó, 49%. Még egy Brawl Box. Gyere csak, Brawl Box. Gyere, 43. Coin, oké, 7. Mind a kettőt tudjuk fejleszteni most már, és 3 Star Token. 250 token duplázó. 110-et be lehet húzni. És ennyi a forgatási lehetőség a karakternek. Lehet dancolni vele, annyi. Jó, akkor őt is fejlesztjük, és kapunk HP-t, ami amúgy nagyon jól jön. Két késes csávot, tényleg úgy néz ki, ahogy. 3080, micsoda? Ez egy új videókártya. Bele kell lőni azonnal, instantba. Oké, és hirtelen nem tudtam, hogy mit kell csinálni. De gold kell lőni. Kedvenc muzsika! De ez is valami remix. Gyerünk, rekord. Jó rekord, de! Az baromi nehéz. 12-t már is behúztunk. Várjunk, van két Brawlboxunk. Adjad, mi van benne. Ó, igen, még Star Tokent is dob, yes. És ugye fejleszthetjük a karaktereket is. 8, és még egy Star Tokent. Ugye lesz Big Box is, baby. Will 250-nél, na őt még meg kell húzni. It shouldn't lag. Nem kell, hogy laggoljon a játék. Megint 38 van. TI videókártya. Az előző egy hideg map volt, ezek meleg. Nagyon meleg. Vagy lehet csak a karakter... Ja, nem, hát... Jó! Nagy ugrás! Mi történik? Ilyenkor már tényleg nem fogom fel, mi van. Jó lassítás. Okosba kell csinálni. Okosba kell lereagálni a dolgokat. Come on! Yes! De clean! Itt jártunk előzőleg? Volt még ez a gyorsítás, erre emlékszem. Csak full HP vagyunk. Jó, itt már biztos, hogy nem voltunk. Nagyon tiszta! Ne! Minden egyes karakterre ki lehet ezeket tolni, és így tök easy a game. 140-nél vagyunk, jó? 50 coins, gimme that, 10 kupa. Voltam, nem igen volt. Voltunk még a T-Rex-es mapon, igen, a T-Buzz. Mert ugye dínos volt alapból az a krómos game. Ez a játék nem létezett Krisztus előtt 5872-ben. Annyira jó, ez a játék tippeivel megtanít játszani, tényleg. Azóta sokkal jobb agyom az igazi Brawl Stars-t is, mióta ezt a játékot játszom. Mit letervezett? Minden van ebben a játékban amúgy. Mindent belerakott konkrétan. És még a mapmaker is, csak az még nem elérhető számunkra. Ez amúgy még egyszerűbb, mint a Shell is volt. Ebben nincsenek olyan magas dolgok, jó, mondjuk most itt volt éppen két doboz. Hát azt a bult, azt mindenféleképpen meg akarom szerezni még. Jó, végre Power Cube, ez az. Jó, három... Mi? Nem jó. HP-t buktam, az nagyon nem jó. A lövést amúgy nem is kell. Itt most nem is jön ilyen varjúgenyó. Nem tudom, minek a lövés amúgy. Mondanám azt, hogy lövésem sincs. Ne. Nem ronthatok. Gotta go fast. Nem bírom. 3K meg lesz? 3K meg lesz. Hogy ne lenne meg a 3K? Itt valami maraton futó halad. Ne. 3575. Nem baj, nice. Elérte az új játékmód is, a Hot Zone is most már. Plusz egy Star Tokent kaptunk, na Brawl Box, esetleg Star Token. Akkor tudnánk nyitni egy Big Boxot, Power Points 5, igen. És 3 Star Token, jó, tudunk nyitni egy Big Boxot. Egy sima Brawl Boxot is. Adjad ide, tesó. 59 coins, 7 Sherry-re és 16 Coldra. 2 Star Token. Örüljünk így. Hát ilyen volt a régi rendszer is. 89 coin, 20 Power Points Sherry-re és Coldra 35. Illetve 200-as token duplázott. Lassan azt mondjuk, hogy meg lesz a Bill. A Billy fejű. Mi? Ez mi? Ez mi ez a zóna, cucc? Haló? Vasz? Ez mi a retek? Gyerünk, em. Beadod. Megyünk, ugrás. Még egyszer. Nice. Very nice. Double jump. Yikes. Ez az. Ugrás, double. Jó. Itt mi a fele van? Jó, hogy itt lehet repülni. 15, nem rossz. Vagy Sherry-vel is jöhetünk. Micsoda? 78, meg lesz. Elsőre a Sherry-vel. Ne. Nagyon védettem. Come on, please. Nem rothatom el 90%-nál. Nem. Ugorj már! 93! Why you do this with me, bro? 231 kupa, Jesus Christ! Adod ide a 21-et, jó, tudjuk fejleszteni Sherry-t, és kaptunk egy Big Boxot. Nem, ez csak egy sima Brawl Box volt. Viszont Billy mindjárt meg lesz. Triple jump, yes! Nagy ugrás. Gravity is cucc.
Nem, nem vagyunk meg. Azt a Prime-os ládát, azt mindenféleképpen egyszer ki akarnám próbálni, kíváncsiságból is, mert ugye az 10 megavoxal ér fel, ahogy a hallottátok az előző videóban, és olyan még a real game-be sincsen. Mi a fene? Megvan Bill, itt is van, 250, gyere, gyere! Don't mess with the Bill. Azt ki kéne proszélni, guys. Lássuk meg, mit tud. Ó, hagyjad már, sokkal vagányabbul néz ki, hallod? Jóldal nézetben, Bull. Hát rendesen ott a sarkantyúja is. Szétadom, mondjuk olyan ugrás közben, mintha egy kontrollert tartanak kezébe, de nagyon király. Viszont ez ugyanolyan nehézségű, mint ahogy Shellyvel, amikor nyomtuk a zene. Ez a legmenőbb, egyértelműen ez a T-Buzz játékból. Csinálunk egy nagyobb rekordot, az bum-bum, meg is van a 300. Jó, Power Cube, csak kell lőni, azért itt is haló. Hú, mennyi HP van már, figyeljétek! Alapból dagadt ugye ez a karakter, tehát hogy sok HP-ja van. De így aztán meg főleg. Ez lehet, hogy új rekord? 7K HP már. 10K HP-t mondjuk elérni. Come on. Ó, mondjuk így nehéz lesz, már kaptam egy sallert. Mindenkit leszedek. Hú, 4K! Na az 5K, 5K, 5K! Már nem is látok, kiég a szemem ennél a fehérnél. Ne, nem rottak, nem rottam el! Ez mennyi kupát ad? Hú, 47! Instant ott az új játékmód, a Bounty. Mi a helyzet, hapsikáim? Ez még rikítóbb. Sárgás, fehér, ez cucc. Jó, repülni tudunk, oké. Okay. Ez ilyen lesz végig esetleg? Hú, a zene. Jetpack, az cifra volt, jó, itt végig kell ugrálni, noise, ez az, ugrás, ismét, gravitációs cucc, jó, jó, és akkor ez most megint ne, de szemét, ez nagyon nehéz, a legnehezebb a Bounty játékmód, ott nagyon cifrás az egész, de van 7 gemünk, ami majdnem 10, de mégsem annyi, kerülj gemeket nem adnak a boxok amúgy, pedig ha már ilyen nagyon régi elven működik a game, akkor régen volt azért még gem a játékban, és lehet vásárolni ugyanúgy powerpointot is, nice, reklámért lehet gemet szerezni a játékban, token, akkor azért csak van reklám a játékban, kereshet pénzt vele a készítő, és itt vannak, hogy vettük Big Boxot, és a Prime 250-be kerül, na elmész. Jó, veszünk egy sima Brawl Boxot. Let's go, easy. És itt van a support, a creator code, na zsa! Induljon is, pörögjön be fel a csuszikot. Mi van? Mi a fene? Azt mondta a fejlesztő, hogy minden egyes készítőnek benne van a kódja. Mi a túró, Lexé működik. OJ is működik. Na elmész már! Hagyjad már! Takarodj! Jó, ez egy nagyon rossz játék, ez egy nagyon rossz játék. Ez egy nagyon rossz játék, srácok. Jó, oké, ez nem tudom. Hogy lehet ilyen gagyi játékot tervezni? Én ki az, aki ilyet csinál, de most komolyan. Hogy lehet ilyen rossz egy játék? Úristen, atyaik! Hát én azt hittem, hogy több van ebben a gameben, de hogy ilyen rossz játékot tervezni, na mindegy. De ha már ebben a játékban nem lehet használni a kódomat, akkor csekkoljátok Brawl Stars-ba, hogy ott még vajon működik-e a kódom, írjátok be a csuszi kódot. Aztán dobjatok egy hatalmas lájkot és egy hatalmas feliratkozást a csatornára, hogy ne maradjatok le az újabb videókról. Anya, streamet akarok nézni! Kövess be! Trovo.life per csuszi. Pap.